2018. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, meghosszabbították a 48-as emlékműveket, szobrokat. Március 14-én este eljutott Pestre a bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, hogy nyilvánosságra hozzák a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket, és harcoljanak azok valóra váltásáért. Fél 9 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult sietősen, rendezetlen menetben a közgői egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? 40? 80-an? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesebb. Ellenésző száma 100 000-es városban. Lángrak a faszikra, vigyázzatok a házaitokra. Hát, ha mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned? Emberek és a kereszt nyomdájához már közel 2000 érkezte, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit, az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a nemzeti dalt. Így csatlakoztak hozzánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, sáros idő volt. A közönség esendőre tartott kalapjai fölé. Ej, uraim! Kiáltott a közönségre. Lem Irinyi az első példányát a nemzeti követelésen felmutatta e szóval. Mivel a szabad sajtó legelső nyomtatványa. A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Irinyi, a második nyomás Petőfi, a harmadikat Jókai tette meg, hogyha mellélek szerencsétlenül ült ki, minket érjen a csapás, ne az ártatlan nyomvész személyzetet. Felelős minisztérium volt Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlősége polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrségek! Közös teherviselés képviseltek egyenlőség alatt. Az útbéri viszonyok megszüntetését. Melynek fordulója, ibolyány, ma a szívünkbe szórja.